Sziasztok, gamerek! Remélem mindenkinek jól telik a napja. A Wargaming a tegnapi este folyamán kidobta az 1.22-es tesztszervert, ami hihetetlenül sok újdonságot tartalmaz, úgyhogy a terv az lesz, hogy megnézzük ezt a videót, amit kiraktak róla, reagálok rá, illetve a videónak a végén elmondom, hogy hogyan tudtok ti is felmenni a tesztszerverre, és hogyha minden jól megy, akkor kipróbáljuk még egy rövid videó erejében a tier 10-es közepes brit kerekestaligát, úgyhogy kezdjünk is neki! Beállítottam a magyar nyelvet, szerintem a hangerő az így jó lesz nagyjából. Ez a tier 10-es kerekes egyébként, de majd később lesz róla úgyis szó. Borzasztóan sok újdonság bekerült egyébként egy patchbe, ez egy hatalmas frissítés lesz, srácok, hogyha ez így bejön. Ugye kezdünk a legelső dologgal, ugye a brit kerekes közepes tankokkal. Megkapjuk az ágat, amit szeptemberre ígértek. Ugye a Crusader 4-től fog indulni az ág, tehát hogyha arra tudtok a patch előtt még XP gyűjteni, akkor egyből el tudjátok ugye kezdeni az A1-szel. De nagyon már a streamben is mondtam, srácok, ezt már megnéztük ott. Ez az 5-ös, meg a 6-os tank, ez szerintem nagyon bután néz ki, szerintem nagyon rossz. Viszont a 7-es, nézzétek meg milyen kis aranyos. Nekem ez a tank valahogy tetszik. Tehát, hogy lehet, hogy csak nekem fura, de olyan kis pici aranyos, nekem bejön. Még akkora kerekei vannak a testhez, meg a toronyhoz képest. Ennek a Saladinnak meg nagyon jó a neve. Ez is egyébként szerintem jól néz ki. Na, a 9-es az nagyon nem néz ki jól, szerintem, nekem nagyon-nagyon nem tetszik. Na, szerintem rövid ez a cső, meg a torony is olyan furán néz ki. Ezek a lekerekített szögek nem jók a szögletes páncélhoz. Na, de a 10-es. Szerintem ez nagyon jól néz ki. Tehát nekem a kinézete az nagyon tetszik. Igen, egyébként nagyon-nagyon sokan féltek, meg ugye a Wargaming videóban is említették, hogy ugye nagyon hasonlóak a francia kerekes könnyű tankokhoz, de annyi az egyezés a két tankák között, hogy mindegyiknek van kereke. Ezek a tankok szinte semmi előnyt nem kapnak egyébként a kerékből, amit majd ugye elmondok a konceptes videónál is, úgyhogy érdekes. Azokat itt beszélnék egyébként, ahogy annyira beszélnék a tankról, mert ugye én kipróbáltam már a tegnapi stream folyamán, és van hozzáfűzivalom, de azt meghagyom arra, amikor kipróbáljuk a tankot, ott elmondom a véleményemet. Most így nem lövöm le a poént. Tényleg muszáj tartani egyébként velük a távolságot. Az egyik legrosszabb DPM értéke van a tier 10-es közepes tankok közül. Illetve az átszázása is borzasztó. Hát ez a hard to stop, ez valamilyen szinten igaz, mert tényleg nem áll meg teljesen a tank, de hogyha ellövik a kerekeiteket, annyira lassúak vagytok, hogy konkrétan az már majdnem az, hogy megálltatok. Tehát amikor így öttel gurulgattok előre, azért azt nem nehéz eltalálni. Még az easy to control-t, azt nem biztos, hogy mondanám, nem biztos, hogy olyan könnyű irányítani. Mert a kerék mechanika miatt egy picit furcsa az irányítás. Na, hajj, de Wargaming, az sokkal élvezetesebb lesz, így van. Volt plusszal egyébként még adnak, a Volt plusz ugye eddig is megérte, tehát az árat azt hiszem ilyen 2500 forint volt, eddig is a legtöbb játék, az emberek 90%-ának szerintem megérte előfizetni rá. Most adnak hozzá még több cuccot, amint meglátjátok, most még jobban megéri előfizetni. Now,
Mondjuk csak ezért, hogyha ezt látnám, nem venném meg a Volt Plus-ot, ez csak egy ilyen kis habatortán, vagy kis cseresznye a, még a habon. Na, Battle Pass 13, illetve a Mirni. 13-as. Bocsánat, Battle Pass 12 és Mirni 13. Miről itt beszélnek. Ugye a három tankunk, ami bekerült, illetve kapott skint, a Mivi, a 140, egyébként szerintem ez néz ki a legjobban a skinek közül, illetve a Jagdpanzer. A Jagdpanzer az olyan, hogy nem tudjuk egyébként olyan full extrásnak, nem sok mindent változtattak rajta, majd ezt meg kell nézni élőben is, hogy hogy néz ki. A Mivi meg, hát szerintem van rá egy olyan festés, amikor itt egy száj van kirajzolva, azt szerintem jobban néz ki. Ez három közül nekem a 140 festés tetszik a legjobban, majd kommentbírjátok meg, hogy nektek melyik jön be három közül leginkább. És egyébként ebből már lehet tippelni, hogy mi lesz a következő top of the tree. Tehát valószínűleg egyébként a kombinációja a három tamból ugye kettőnek, vagy a 140 Jagdpanzer, vagy 140 Mivi, vagy Mivi Jagdpanzer. Utána meg a maradék tank lesz valószínűleg. Ez jól, ez nagyon jól néz ki egyébként. Jagdpanzer. Jägerú. Tutorial was monotonous and strictly practical. Now it's been replaced with stories. These interesting single player missions with a plot and of course tank battles will help players get to know the game and learn its basics. Try stories during the test. They definitely have something to tell you. Őszinte leszek veletek, srácok, szerintem úgy összességében a tutorial rész az nem túl hasznos a játékban, nem tanítja meg annyira az alapokat, amennyire szerintem meg kéne. Viszont maga az alapötlet, hogy a játékosok gyakorolhatnak a különböző pályákon botok ellen, az szerintem nagyon-nagyon jó ötlet. Sőt, én ezt tovább vinném, én beraknék egy külön játékmódot arra, hogyha az adott ember csak botok ellen szeretne farmolni, tegyük fel, kapjon minden free, vagy kapjon mondjuk fele XP-t, meg fele kreditet, tehát lassabban lehessen haladni, de szerintem őszintén mondjátok meg, nagyon sok játékos van egyébként szerintem a játékban, aki nem feltétlenül szeretne mindig izzadni a játékosok ellen, hanem néha csak leülne mondjuk egy sör mellé, vagy valami üdítő mellé, és egy picit csak úgy chillezgetne, és még beül a kedvenc tankjába, és lefarmolna pár gép által irányított ellenfelet, és ezért is mondjuk haladna, csak nem annyira gyorsan, mint hogyha a normál játékosok ellen kellene gémelnie. Szerintem egyébként az átlag játékos rétegnek, aki mondjuk megunta a random csatákat, ez egy nagyon jó változtatás lenne. De mondjátok el a véleményt, mert én ezt egyébként így gondolom, aztán lehet, hogy hülyeséget beszélek. After checking out stories, jump into intense clashes in Onslaught. Roham játékmód, ez az, mehetek vissza az idegrohamba, let's go! In the common test, you can look forward to Azure Pegasus, the Azurkék Pegazus. Az első éves ciklus. Azure Pegasus is the first of three seasons, by the end of which you'll be able to get some serious rewards, including reward vehicles with a unique style. Tehát lehet majd szerezni egy tankot, hogyha jól értem, egyik lehet, hogy hülyeség mondok, de ha jól értem, beraknak, ugye ez egy C63-nak néz ki, hogyha valamilyen egyedi kamóval berakják, akkor az még egy C63 lesz, tehát egy külön tank, amit lehet játszani, vagy a C-re lehet rárakni a skint. Én úgy értelmezem, hogy az előbbi, tehát egy külön tank lesz hasonló, mint ugye a VZ55-re is van egy skin, bár az azt mondom, az európai szerveren nem elérhető, még jobb példa a VZ5A, meg van a VZ5A Quillin. A két tank teljesen ugyanaz, viszont ugye az egyik skinelt verzió, és az miatt külön tank. Lehet, hogy a C63 is egy ilyen lesz. Nem tudom, én így értelmezem, de lehet, hogy csak rosszul értelmezem, amit mondanak. Na ez egyébként új. Na egyébként, várjátok, hogy ezt még hadom, hogy végigmondja. Na most ez egyébként érdekes lehet, mert ugye azt mondja a kvalifikáció, azt szerint dob be, hogy hogyan teljesítesz a 10 csatába, illetve hogy hol végezte az előző szezonban. De most nekem van egy kérdésem. Tegyük fel, én végeztem mindig a legenda rangba az előző szezonokba, tehát azt veszi mondjuk alapul, és mondjuk tegyük fel azt, hogy nagyon jól teljesítek a kvalifikáción, tehát mit tudom én, 10-ből 8 csatát megnyerek, meg jó a sebzésem, jó használom a tankot, stb. Akkor mennyire fog engem magasra rakni? Tegyük fel, mondjuk 1700 ponttól van
a legenda rang, engem már berak ilyen 1500-ra, és csak az 1500-ról kell azt a 200-ot felgrindolnom, vagy lesz egy olyan, mint a más játékokban is, tégy fel az Overwatch-ot tudom mondani, hogyha jól tudom, ott ugye vannak a különböző rangok, és akármennyire jó vagy a kvalifikációkon, tehát a besorolókon, van egy bizonyos rang, aminél följebb nem rakhat. Az jól emlékszem, ott egyébként az Diamond, és tehát akármilyen jó vagy, a fölé nem tud rakni a játék, és majd onnantól kezd ugye felbusztolni, mert mondjuk több pontot ad, könnyebben tudsz ugye előre menni, tehát látja a rendszer, hogy te amúgy jobb vagy, de ennél följebb nem rakhat téged. Nos, az a kérdés, hogy itt is lesz egy olyan, hogy meg van határozva, hogy egy bizonyos rangnál följebb, akármilyen jól teljesítettél az előző szezonban, illetve a kvalifikációk alatt, nem rakhat-e följebb. Nekem ez lesz a kérdésem, vagy egyből oda felugrunk a topra, és akkor alig kell grindolni. Illetve szerintem alapvetően ez a változtatás nem rossz, olyan játékosoknak tegyük fel, mint mondjuk én, hogy ugye az előző szezonban jól teljesítettünk, tehát hogyha az figyelembe veszi, és nem kell annyit grindolnunk, akkor kevesebb idegbajt kell kapni a csatákba, mondjuk azt. Ugye a kvalifikációkon, nem tudom, hogy egyébként már ott is figyelembe veszi, hogy milyen játékosok vagyunk, és mondjuk teljesen random mondjuk átlag játékosokkal vagy olyanokkal összedobál-e, akik az előző szezonban tök alacsonyan végeztek. Tehát, hogy így mondjuk pro játszik a kezdővel, nem tudom, hogy ott is össze fog-e dobálni. Utána meg nem tudom őszintén, mert ezt meg kell nézni, hogy milyen lesz ez a kvalifikáció, hogy ez segít az átlagjátékosnak majdnem, mert a jó játékosoknak biztos, hogy segít, nem kell annyit grindolniuk, ez oké, és nem kell végig grindolniuk az alsó szintet. És talán egyébként ilyen szempontból segít egy picit az új játékosoknak is, hiszen a profik nem lesznek ott a matchmakingbe, mert ők ugye feljebb fognak kezdeni, tehát akkor alulról másznak föl, azok nem találkoznak annyi jó játékossal, talán ennyi lehet bele, ami jó. Na erre egyébként kíváncsiak, hogy újraegyensúlyozott harctéri képességek, az mit jelent pontosan? Egyébként még mindjárt mond valamit. Új pályák, nézzétek meg Mineson, középre mennyi újdonságot raktak be, plusz alulról följöttek onnan a vízmosásból. Ez egyébként hatalmas. Kikapcsolják, tehát nem lehet majd Artival játszani az Onslaughtot. Hány olyan trollkodót láthatok már, srácok, aki bejött Artival játszani, hogy elrontsa a csapatának a mérkőzést? Tehát hány ilyet láthatok már? Na most már legalább ez nem lesz az alacsonyabb szinteken, meg a magas szinten is előfordult egyébként, úgyhogy legalább végre nem lehet ezzel trollkodni. Hogyha valaki trollkodni akar és be akar futni 7 enemy közé és meghal nulla sebzéssel, azt még mindig meg tudja csinálni, de legalább most már nem lehet Artit hozni. Egyébként erre majd akarok csinálni egy külön videót, hogy mi változott pontosan itt a roham csatákban. A srácok egyébként már most sok mindent behoztak, ugye beszéltek a brit kerekesről, akkor beszéltek itt az Onslaughtról, most jön a pálya balansz, és ez még csak a videó felén járunk. Na, srácok, vannak jó változtatások, és vannak rossz változtatások. Például szerintem a rossz változtatás az, hogy innen a TD be fog tudni lőni erre a sarokra, míg régen ugye ezt nem tudta megtenni. Ezt nem kéne, ez nagyon-nagyon nem kéne. Itt alig lehet majd harcolni, körbe kell itt menni, és itt kell inkább majd megpróbálni jönni, mert ez, hogyha belövi innen, fölül oda a kis jakpanzer, az bum, egy ezres beléd vág, az nem lesz amúgy vicces. Illetve azt látom, hogy innen majd nem lehet átlőni ide. Na ez egyébként egy jó változtatás. Ez is szerintem egy okos változtatás. Ez is szerintem egy viszonylag okés. Szerintem ez is jónak néz ki. Mélyítik ezt a részt, itt könnyebben lehet a városba harcolni. Ha jól látom, egyébként innen, ugye régen el lehetett spotolni ezt, most már, hogyha ott van az a bokor, akkor ezt nem biztos, hogy meg lehet csinálni. Ezt meg tesztelnem kell, hogy milyen, de most már nézzétek meg, legalább három nehéz tank is el tud foglalni pozíciót, nem pedig az van, mint most, hogy mindenki egy pozíciót szeretné, és akkor egymás lögdösik az emberek. Ez alapvetően tetszik nekem ez a rész. Ez nem tetszik ez a változtatás. Ez nem tetszik, mert innen tehát ez a rész egyébként is használhatatlan volt, a külső rész nagyon-nagyon könnyen be tudta ezt a részt lőni, most már még könnyebben, tehát a TD innen belőj, de az... Ez a rész használhatatlan, itt nem lehet támadni. Most már nem lehet olyan könnyen belőni, azt szerintem jó.
Ez meg nincs róla véleményem. Á, pedig itt imádta egyébként lefarmolni, tudjátok, voltak azok az S100 játékosok, akik nem tudják egyébként, hogy a külső körében kellett bejönni, és akkor bejöttek így a röviden, jött a könnyű tank, elszpotolta őket innen, ti meg szétfarmoltátok az itt kempelő pozíciókból, most már az ilyen turistáknak lesz ez a mi kis megmentő rész, ami alapvetően szerintem jó változtatás. In encounter mode, the spawn points and base have been moved. Alapvetően szerintem ezek jó változtatások. Ez srácok, itt azért jó sok pályaváltoztatást kapunk. Nyilván ebben a videóban most nem tudok mindről beszélni, meg nem is mutatják meg őket. Lehet, hogy ennek majd csinálok egy külön videót, de ez is olyan lesz, hogy nekem tesztelgetni kell, hogy ez jó változtatás, játszanom kell rajta, hogy milyennek érzem. És jön a jármű kiegyensúlyozás, ugye erről készítettem már egy külön videót, azt érdemes megnézzetek, hogyha lemaradhatok róla. Végre egyébként kapunk ilyet. Several premium tanks have been improved so that their owners can feel more confident in battle. The following vehicles have been improved. The T26 E5 and its Patriot meg a Liberta az egyébként elég egész kellemes lesz. Főleg szerintem a Liberta az nagyon jó. De az nagyon jó, azért nem lesz egy BZ vagy egy Skoda szinten, de érdemes lesz leporolni. Ugye eddig a nagyon sokan panaszkodtak az ágyúra, mondjuk a Libertén. Szerintem fasza lesz. The Patriot, the AMX M449 and the Liberty, the T25 Pilot 1, the Turtle Mark 1. Törtülés egyébként érdekes lehet. A Centurion 1-eseket köbben nem is buffolták, tehát egy buff van a soft statisztikáknál, ez köbben nem is lett buffolva. A number of mid-tier vehicles that required pinpoint adjustments have also been improved. They are the AMX-65T. Ezt a VK-t ezt ki akarom próbálni. Az AMX szerintem mindig egy hulladék tank lesz, csak kevésbé hulladék. Ez viszont annyi buffot kapott, ezt mindenképpen ki akarom majd próbálni. Pershinget is ki akarom próbálni. Bulldog az ugyanúgy hulladék lesz. Az AT-15-öt majd valamikor márkolom. A Churchill meg a Black Prince egyébként érdekes lehet majd. Ugye a mozgékonyságokat is növelték, plusz az ágyú karakterisztikákat. Érdekes tankok lesznek, majd ezeket is ki kell próbálni valamikor. Ugye Tesselven ezeket nem nagyon lehet kipróbálni, minél alacsony szinten nem játszik senki. Moving toward balance, the characteristics of four tier 10 vehicles will be adjusted in update 1.22. The WZ-113G FT has received a significant buff to its. Ugye egyébként azt mondják itt, hogy jelentősen erősítettük. Ezért ez erős túlzás. Ez a tank ugyanúgy hulladék lesz, mint volt. Nem igazán lesz sokkal jobb. The Object 268 version 4 is not so unstoppable anymore. With slightly changed top speed, durability and armor parameters. De ez, abban a videóban is elmondtam, ez nagyon kellett, a V4 és ez túl erős tank. The ST2 is now more interesting to research. Hát azért ezzel nem értenek egyet, hogy még mindig jobb kifejleszteni, mert szerintem tierről tierre a 9-es még mindig jobb, úgy, hogy ez a buffot megkapja. A 9-es egyébként csak sokkal jobbnak érződik, mint ez a 10-es. Ez is nagyon megérdemelt volt. Ó, a 9-eseket is a 9-es VZ-t is lenerfelték, az 51-es. Nem is figyeltem. Na, csíptem meg az early nerf. In addition, the number of these vehicles keeps growing every year. The statistics confirm that they're extremely effective compared to other tier 10 tanks and can have a significant impact on the outcome of battles.
This has been due to both their characteristics and the exceptional skills of the players who received them. Inkább egyébként, szerintem inkább azért van annyira kimagasló statisztika, mert amúgy a játékosok, akik játszanak vele, azok egészen jó. Kivétel a bondos csívte játékosok, akik ugye megvásároltak a tankot, hogy 50 ezer, vagy 60, vagy 70, vagy 100 ezer bondért, nem tudom mennyire lehetett rá licitálni, volt egy kampány, ahol lehetett, és ilyen 1500-akat lőnek vele ugye az egyik legópébb tankkal a játékba. Azok nem, de egyébként akik először megszerezték, ugye a Chief, tehát a játékosok, azok feltolják a statisztikát, meg az Early-vel is nagyon sok jó játékos játszik, feltolják a statisztikákat, mint állat. Egyébként srácok, én próbáltam az Early-t is, meg a Chieftaint is. Az Early-n annyira talán nem érezni a nerfet, tehát jó, 100-zal kevesebb HP-d van, illetve egy másodpercet tovább töltesz, de annyira nem érezni. A Chieftainen meg egyébként az lehet valamennyire balanszolni, hogy most másfél másodpercet tovább tölt, hogy ugye raktok rá egy szellőzést, egy töltőgyorsítót, és mondjuk raktok rá stabilizátor helyett mondjuk egy turbót vagy HP boostot a pályától függően, akkor ilyen 8,6-7 alatt tölt, ugye most a mostani patchben még ilyen 8 egész körül, tehát hogy az nem érződik annyira nagyon-nagyon durvára, csak kell használni rá a szellőzést, hogyha ilyet szeretnétek. Nem tudom egyébként, hogy ez változtatni fog-e a CV metán, tehát nem tudom, ezt nem tudom megítélni. Szerintem egyelőre még senki, majd aztán úgy is kiderül idővel. Illetve, bocsánat srácok, először megállítom a videót, de ugye még egy kérdés vet ez a dolog föl, hogyha most nerfelik a Chieftaint, hogy a mostani manőveres kampányban nincsen benne a Chieftain. Viszont a téli CV kampányban szerintetek benne lehet a Chieftain, ha azt mondja a Wargaming, oké, és lenerfeltük a Chieftaint, így most már odaadhatjuk egyébként több játékosnak. Szerintetek amúgy be fogja rakni oda? Így nerfelt verzióba? The Chieftain and the Object 279 will still be more efficient than most of their counterparts and remain among the best heavy tanks in the whole game. But the difference in effectiveness won't be as huge as it was. Although the Chieftain has lost a bit of its mobility and firepower, it remains a versatile heavy tank, ideal to play from hull down positions. The speed. Egyébként a Chieftain beáll egy ilyen pozícióba, egy ilyen pályán, hogy tegyük fel. Nincs arti, még mondjuk full tier 10 is lehetne, semmi lényegtelen. Szét fogja farmolni magát, tehát szana szét fogja farmolni magát, csak lassabban fogja tudni ezt megtenni. Illetve az Object is, hogyha kap egy 9-es, 8-as matchmakinget, ahol nem igazán tudják az emberek, hogy kell bejutni, meg nincs meg az átütés hozzá, ugyanúgy szét fog kapni mindent, csak kicsit jobban kell vigyázni a HP-jára, picit lassabban fogja ezt megtenni, illetve egyébként a 320-as hit az eléggé nagy nerf, nem, lehet, hogy nem tűnik annak, de 20 mm átütés, tegyük fel egy S100 toronyfront, az ilyen 50-50% volt, hogy bemegye, vagy talán inkább 60-40, hogy bemegy. Most már ilyen 30-20% nagyjából, hogy bemegye a lőszer, ott eléggé magasat kell rólolni az átütésbe, tehát azt a 20%-ot fel kell, vagy azt a 20 mm-t fel kell rólolni az átütésbe, hogy be tudjátok ütni, illetve lassabb lesz maga a tank. Even with lower armor penetration, these two tanks will remain rewards that are worth your effort and that you can be proud of. You can personally try all these changes on the test server. Your opinion is very important to us. Na, srácok, ennyi volt a videó igazából. Megmutatom nektek, hogy hogyan tudtok felmenni a test szerverre. Be fogom linkelni a videó leírásába, vagy a komment szekcióba valahová ezt a cikket. Fogtok, letekertek. Egyébként itt minden változtatást meg tudtok nézni. A pályaváltoztatásokat is, hogyha rávisztek az egeret, akkor leírja, hogy mik a változtatás, úgyhogy érdemes ugye megnézni ezeket. Letekertek. Srácok, van itt még egy dolga egyébként, amit nem mutattak meg a videóban, és nem értem, hogy miért. A tankok automatikus visszaforgatása. Igazából szerint ezt úgy tudom elképzelni ezt a dolgot, mint ugye most is van a Steel Hunterbe, hogyha felborultatok, akkor nagyjából egy ilyen 5 másodperc múlva a játék automatikusan visszafordít titeket, most már ez is be lesz elméletileg a játékba. Mit kell? Nem kell fel, 15 másodperc, tehát itt nem lesz olyan gyors, mint a Steel Hunterbe, 15 másodpercet kell várnotok, és automatikusan visszafordul, amelyik mindig jobb, mert ugye én nem nagyon szoktam felborulni ebbe a játékba, de tudom, hogy nagyon sokan igen, és ez nekik egy hatalmas plusz lehet, úgyhogy most már ez is bent lesz a játékba. Na, hogyha letekertetek a cikk aljára, itt van, hogy így vehetsz részt a nyílt test szerveren, és itt ugye rákattintotok erre, ugye akkor le tudjátok tölteni a teszt klienst, és azt pedig úgy tudjátok megtenni, hogy majd megjelenik egy ilyen
letöltés részű a végét szenteretekbe, és itt ugye fönt ki tudjátok választani, hogy most mivel szeretitek játszani. Ugye a World of Tanks Europe az a normál szerver, a Common Test pedig a test szerver, és egyébként, hogyha valakinek szüksége van leírása, hogy hogyan kell ezt pontosan megtenni, akkor ugye itt, hogyha rámegy erre, hogy új vagyok a tesztelésbe, útmutató a tesztelés, ha arra rákattintasz, akkor bejön ez az oldal, és itt ugye lépésről lépésre le van írva, hogy hogyan is tudtok részt venni a teszt szerveren. Úgyhogy srácok, ennyi lett volna ez a videó, megyek, igyekszem fölvenni még egy videót a Concept 5-ről, ugye a kerekes brit közepes tankról, támondom a véleményt, úgyhogy remélhetőleg azt a mai napon még fel tudom nektek ide tenni a YouTube csatornára. Ha már nem, akkor legkésőbb holnap felteszem. Úgyhogy írjátok le a véleményeteket kommentbe, hogy ti mit gondoltok a változtatásokról. Nem emlékszem egyébként, mikor volt utoljára ekkora frissítés, talán az 1.0. Ez egy hatalmas frissítés lesz a Wargamingtől. Nagyon sok új tartalom, nagyon sok új videó lehetőség, hiszen az új tankokat tudom nektek tesztelni. Úgyhogy melyek, neki is állok a melónak. Ha tetszett a videó, ne felejtsetek el dobni rá egy lájkot, iratkozzatok fel, hogyha nem akartok lemaradni az újdonságokról, illetve ne felejtsetek el benézni a Twitch csatornámra. Valószínűleg ma egyébként fölnézzünk a teszt szerverre még az élő adásba, és nézegetünk különböző tankokat, megnézzük esetleg a V4-et, a dupla ágyús, a 8-as VK-t, hogyha bejutok vele egy matchmakingbe, stb. Úgyhogy link a leírásba, illetve a Discord szerverre ne felejtsetek el csatlakozni, nagyon jó volt a közösségünk. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, talán a következő videóban vagy streamen. Szevasztok!